Csak hogy Sándornak a lényét megvilágítsuk egy rövid történettel, a Los Angeles-i reptéren volt, amikor már beutaztuk egész Amerikát, nagyon sok reptéren átjöttünk, és egy régi Nokia telefonon volt, és beesett ez a gumigombja, amivel ki lehet, be lehet kapcsolni, és mondtam Sanyinak, hogy nézed már Sanyi, hogy ezzel mit lehet csinálni, nem tudom bekapcsolni a telefonomat, és az övtáskájából, már benn voltunk ott a gép előtt ültünk, elővett egy ekkora kést. Mint ez a mikrofon. De tényleg ekkor hát így kinyitottam. Narancssárga fenyegetettségnél. Igen, és így a kamerák keresztüzében, ilyen térfigyelő kamerák keresztüzében elkezdte szerelgetni a telefonomat. És úgy, hogy ezzel gyakorlatilag a fél világon átutazott. De nem lehet visszaadni az arcokat, amiket ezek vágták, hogy a negyedik kapu mentünk át, úgyhogy mindenkinek bokáig le volt tolva a gatyája, és mindenki így, mint a blödbe így ránézett, hogy te mit csinálsz? Na, megszerelem a Gergő telefonját. De mivel? Hát mondom ezzel. Fölemeltem a kés, és az összes ipari kamera így tekeredett ránk. Tehát azt érezték, hogy azonnal be leszünk zárva mindannyian, de megkérdezték, hogy egyáltalán hogy tudtam négy kapun bevinni fémdetektorok tüze mellett az egészet. Mondom, ilyen mellett, és így fölemeltem a fémdetektort. Tehát ne tegye le egy amerikai rendőr, hogyha engem vizsgálgat, mert azt akkor úgy értékelem, hogy az már neki nem kell. És azt én el is hoztam magammal. Sanyinak nagyon szép kerékbilincs gyűjteménye is van. Ugye a korábbi Duma Színház helyszín egy kicsit beljebb volt, és ott éjszaka is járőröztek, és Sándor márhol, ahol tudott, megállt hatalmas terepjárójával, és olyan felnie volt, hogy belül is volt szelep. Mert hogyha ugye az első technológia az volt, föltették a kerékbilincset, leeresztetted a kereket, és a szivargyújtóról üzemeltető fújtatóval, miután levetted a kerékbilincset, felfújtattad. Akkor föltalálták azt a kerékbilincset, ami eltakarta az egész kereket direkt badár miatt. Erről föltalálta azt a felnit, amin belül is van egy szelep, így is meg tudta csinálni, és aztán végül jött az utolsó megoldásként az a megoldás, hogy szivargyújtóról üzemelő flex. És mikor volt neki 6 kerékbilincse otthon, akkor felhívta őket, hogy 90 ezerért vissza lehet vásárolni. De különben egyébként a sok megoldásból a legeslegjobb megoldás az, hogyha van a mobiltelefonjában az embernek egy olyan telefonszám, aki kijön és leszedi. Tehát, de erre csak később jöttem rá, hogyha egy havi bérleti díjat vált az ember, akkor nincs ez a kerékbilincs, amit ne tudnának leszedni 10 percen belül a bérletért. Hát ez nagyon hasznos információ, köszönjük. De már nincs meg, mert véletlenül éjszaka kitöröltem egyszer, úgyhogy most már kezdődhetne újra. De ne kezdődjön. Jó, hát szerintem szinte minden értékes információ elhangzott. A műsorról, tehát az a cél, hogy ezek ketten nem százasok, ez a műsor címe, ketten leszünk a színpadon másfél órán át. Jelenleg én úgy tudom, hogy a február 8-a, illetve a 9-i előadásokra, amikor hát már Sanyi betöltötte az 50-et, tehát Wayne Trojt lesz, akkor minden jegyet megvettek, hál' Istennek. A többiről nem tudok azokra még. Azokra is. De azok... márciusban lesz még. Márciusban, ha még élünk. Igen. Hát bízunk benne. Ha nem értek, akkor is lesz előadás, csak más szereplőkkel. Az a jó, mert így egy éven keresztül leszünk folyamatosan csak 50 évesek, tehát egy percet nem öregszünk, és akkor tudjuk egymásnak mondani, hogy semmit nem változtál. Nagyon jó nézel ki ezek ilyen általános. De a ló se csúnya állat.